Az esernyő és Szent Péter. Igen, a Jézus elé térdepelt le a pap. A Jézushoz fordult, a mi úrunkhoz, a Jézushoz. Milyen szerencse az emberiségre ez a Jézus, ez az Isten, aki ember volt. Az Istenről nem tudom milyen, a Jézusról tudom. A Jézus ösmerősöm, és mindenkinek ösmerőse. Tudom, mit csinált, tudom, hogy gondolkozott, még az arcát is ösmerem. Nem az tölti el lelkemet megnyugvással, hogy ő uram nekem, de az, hogy ismerősöm. Kétezer évnek előtte élt ezen a földön egy ismerősöm, milyen világokat összekapcsoló gondolat. Az akkori emberekből és az utánok valókból is por lett, a porból fű lett, a fűből tudja Isten mi lett, de ő, az én ismerősöm, mindig élt, mindig volt és mindig lesz. Ha elutazom messze idegen országokba, idegen népek közé, az arcok mások, az állatok is mások, a füvek is mások, az ég is más, minden más. Már azt kell hinnem kietlen, megborzasztó elhagyatottságomban és magányomban, hogy nem is ezen a világon vagyok többé, mikor egyszerre valamely ember lakta telep szélén elémbe bukkan egy kereszt, és azon egy sebektől vérző pléember az én ismerősöm. ah, itt van ő. Még itt is itt van. És én nem vagyok többé egyedül, és nem vagyok elhagyatva. Letérdepelek előtte akkor én is, és elmondom neki épp úgy, mint most ez a pap, hogy a szívemet minyomja. Segíts meg engem, Uram Jézus! E gondolatokat terjeszté eléje János pap. Anyám meghalt. Kis húgomat elhozták, nekem kell őt fölnevelnem. Szegény vagyok. Gyámoltalan vagyok. Soha se tudtam, hogy egy gyermekkel mit kell csinálni. Adj mentő gondolatot, Jézus! S hajítsd le kimeríthetetlen bőségszarudból az eszközöket, hogy őt táplálhassam, gondozhassam. Tégy velem csudát, Uram Jézus! A plére festett Isten fiú, mintha hallgatná az ima szavait, az árnyék és a fénysávok, amik az ablakokból, a falakból őre elvetődtek. A plére festett Isten fiú, mintha hallgatná az ima szavait. Az árnyék és a fénysávok, amik az ablakokból, a falakból őre elverődtek, és ő rajta rezegtek, mintha az ő arcának a megnyila... A plére festett Isten fiú, mintha hallgatná az ima szavait. Az árnyék és a fénysávok, amik az ablakokból, a falakból őre elverődtek, és ő rajta rezegtek, mintha az ő arcának megnyolatkozásai volnának, mintha ő mosolyogna sok szenvedései közepett, és integetne a fejével. Jól van, jól van, mindent tudok, majd közbeavatkozom sokáig imádkozott így elmerülve, újra meg újra kezdve, észre sem vette, hogy ez alatt, mint ahogy őszkor, sokáig imádkozott így elmerülve, újra meg újra kezdve, észre sem vette, hogy ez alatt, mint ahogy őszkor gyakran megtörténik a tikkasztó, szinte természetellenes meleg után, hirtelen beborul az ég, fekete felhőjű, vihar keletkezik. Mikor kilépett a templomajtón, Óriási zápor zuhogott. A falu mögötti hegyekről szilajan nyargalnak le a vízzel megtelt patakok, s a barmok bőgve szaladgálnak az utcákon. János a rémület fogta el. A gyermeket ott az eszterhaj alatt. Jaj, annak vége van! Mint az őrült rohant a lakóháza felé, s igen elcsodálkozott a látványra, amely előtte kitárult. A kosár ott állt még most is, a gyermek a kosárban ült, és a lúd az udvarban szaladgált, s az eső zúgott egyre, zúgott az eszterhaj alá is, patakban folyt ott is az esővíz, de a gyermek szárazon maradt, sértetlenül, mert egy hatalmas, fakó, piros szövetű esernyő volt a kosár fölé borítva. Folt hátán folt volt már az ernyőn, folt hátán folt volt már Folt hátán, folt volt már az esernyőn, az alján is alig lehetett felismerni az apró virágos csíkot, mely körös. Folt hátán, folt volt már az esernyőn, az aján is alig lehetett felismerni az apró virágos csíkot, mely körös körül futott régi időknek divatja szerint. A fiatal pap hálás szemeket vetett az égre, s fölkapván a gyermeket a kosárból összecsókolca és bevitte az esernyő alatt a szegényes szobákba. A gyermek szemei most ki voltak nyitva, kékek voltak, és bámészan tekintettek a papra. Na, ez nagy szerencse, mormogta a pap, hogy ez a gyermek át nem ázott, úgy áthűlhetett volna, hogy bele is hal, tekintve, hogy nem tudék rá száraz ruhácskát adni. De honnan kerülhetett föléje ez az ernyő? De honnan kerülhetett föléje ez az esernyő? Megfoghatatlan. Glogován nincsen esernyője senkinek. De honnan kerülhetett föléje ez az esernyő? Megfoghatatlan. Glogován nincsen esernyője senkinek. A szomszéd házakban a parasztok barázdákat az udvarokon, hogy azokon a víz lefolyjon. A tisztelendő úr sorba kikérdezte, nem látták-e, hogy volt valaki a gyermek mellett? A gyermeket látták, de mellette tudtukkal senki sem fordult meg. Az öreg Adamec Mátyásné, ki a mezőről menekült haza, lepedőt borítva a fejére, látta, hogy valami vörös gömbölyű éppen akkor ereszkedett alá az égből. Kővé változonát át mindjárt, ha nem úgy van, már tudni, adamec Adamecné mondja hogy a szűz Mária maga eresztette le azt a szerszámot az árva védelmére. Ostoba fecsegés az adamecnéjé. Adamecné szeret fölhörpenteni. Ostoba fecsegés az adamecnéjé. Adamecné szeret felhörpinteni. Ostoba fecsegés az adamecnéjé. Adamecné szeret fölhörpenteni a garatra. Nem csoda, ha többet lát, mint kellene. A múltkor nyáron is Péter Pál éjszakáján megnyílt előtte a menny. Hallotta énekelni az angyalok seregét, s látta őket, amint processzióval járulának Isten őszent felsége elé, ki karbunkulus trónján ült. Ott ment a processziós népség között az ő harmad éve elhalt unokája, Prakta Jankó is gyolcsgatyácskájában, veres mellénykéjében, melyet maga Adamecné vart annak idején. S a közelebbi évtizedben elhalt grogovaiak közül is megpillantott néhányat, amint ott lépdelni. Ott ment a processziós népség között az ő harmad éve elhalt unokája, Praktajankó is gyolcs gatyácskájában, veres mellénykéjében, melyet maga Adamecné névart annak idején, és a közelebbi ment a processziós népség között, az ő harmadéve elhalt unokája, Praktajankó is gyolcs gatyácskájában, veres melleinkéjében, melyet maga Adamecné vart annak idején. S a közelebbi évtizedben elhalt glogovaiak közül is megpillantott néhányat, amit ott lépkedének a mennyei ének mellett. Lassan, ünnepélyesen szakasztott azokban a ruháikban, amelyekben eltemettetének. Képzelhetni, hogy Péter pár napja után mi helyest a látomány híre szétment, mennyire kapós volt a szent özvegy? Sorba jövének hozzája, kiknek elhalt kedveseik vagynak a föld alatt, ha nem látta-e azokat fent az égben? Hát az én lányomat, hát az én apuskámat, hát az én szegény uramat. Hitték, mert van benne valami észszerű, hogy Adamec nénak többet megmutatnak a mennyei hatalmak, mint akit más anya szült mivel hogy az Istenben boldogult apjával, Flinta Andrással, aki nagy tolvaj hírében állott, valóságos csuda történt. Midőn a globobai temetőből országútnak szakítottak el egy darabot nyolc éve, felásták a sírját, hogy újba tegyék át, s megnézvén az öreget, csodálkozva látták, hogy szakálla nőtt a sírban. Noha halálakor öt tanú bizonyítja, szép tisztára megborotválta Gondros Tamás a tehénpásztor. Hát, hogy az öreg flinta most az égben van, az annyi, mint kétszer-kettő. És ha ott van ő kigyelme, amilyen ravasz imposztor volt, bizony nyitva hagyja némelykor az ajtót egy kis bekukkanásra az ő Agnisa leányának. Igaz ellenben, hogy kvapkapál a harangozó mást állít. Kvapkapál azt mondja, hogy mikor a vihor Igaz ellenben, hogy kvapkapál a harangozó mást állít. Kvapkapál azt mondja, hogy mikor a vihar kitörésekor a felhők ellen harangozott, amint egy picint hátrafordult, egy vén zsidóforma alakot látott cammogni az úton a parókia irányában, és annak a kezében volt az a piros, óriás vászon tányér, melyet a tisztelendő úr a kosáron talált. Kvapka természetesen nem sokat ügyelt a dologra, mert álmos is volt, a szél is verte a képébe a port, csak úgy homályosan emlékszik, de amire emlékszik, arra esküt is merne tenni. Pedig Kvapka Pál szah. Kvapka természetesen nem sokat ügyelt a dologra, mert álmos is volt, a szél is verte a képébe a port, csak úgy homályosan emlékszik, de amire emlékszik, arra esküd is merne tenni, pedig kvapkapál, szava hihető ember. Ezt a zsidóforma alakot mások is látták. Öreg volt, hosszú, őszhajú, meghajlott hátú, a fogantyújánál malack fark módjára kunkorodó bot volt a kezében. A pribilék kútjánál a szél lekapta a kalapját a fejéről, és egy akkora fehér kopasságot lehetett a feje látni, mint egy kantárkarika. Akármi legyek, mondotta az egyházfi, ő látta így kalap nélkül, ha nem úgy nézett ki, mint a templomi képek között a Szent Péter. Szakasztott olyan volt, csak éppen a kulcsok hiányoztak a kezéből. A privilég kutyától átcsapott egyenest a Stropov István lucernásának, ahol is a krátkiék kajla tehene, mely oda beszabadult, fel akarta öklelni az öreg zsidót, mire az a botjával megütötte, és azóta a tehén, kérdezék megkentek a krátki familiától, tizennégy icce tejet ad naponként. Az előtt istenes volt, ha négyet adott. A falu legvégén meg is szólította a Molnár szolgálóját, hogy merre visz az út Lehotádra. Az Erzsi leány megmondta neki, mire megindult a kitaposott gyalogúton fel a hegynek. Úgy rémlik most utólag Erzsinek, hogy alig, ha ott nem volt feje körül, mi, ami... Úgy rémlik most utólag Erzsinek, hogy alig, ha ott nem volt feje körül, amint ment. A falu a falu legvégén meg is szólította a Molnár szolgálóját, hogy merre visz az út Lehotádra. Az Erzsi... A falu legvégén meg is szólította a Molnár szolgálóját, hogy merre visz az út Lehotádra. Az Erzsi leány megmondta neki, merre indul. A falu legvégén meg is szólította a Molnár szolgálóját, hogy merre visz az út Lehotádra. Az Erzsi leány megmondta neki, Mire megindult a kitaposott gyalogúton fel a hegynek. Úgy rémlik most utólag Erzsinek, hogy alig ha ott nem volt feje körül, amint ment, a fénykarika is. Hát persze, hogy a Szent Péter volt. Miért is nehet volna? Hiszen eleget járt, eleget csütlött, botlott itt az előtt Krisztus urunkkal, maradt is annyi krónika az itt viselt dolgairól, hogy a századik emberöltő is meséli még ami egyszer nem volt lehetetlen, másodszor is megtörténhetik. Fülből fülbe szállott a csodás hír a faluban, hogy a pap kis hugocskájának egy vászon sátrat küldött le az úr a nagy felhőszakadás óráján, hogy meg ne ázzék. Magát az öreg Szent Péter szalasztotta le az árvák és gyávoltalanok gondviselője. Bezzeg lett erre jó dolga a gyermeknek, legoddivatba jött. A falu öregasszonyai neki gyűrköztek. a hamar kalácsot dagasztani, tejbekását főzni, mákos patkót sütni, hogy a kis jövevénynek vihessék. Alig győzte a tisztelendő úr az ajtót nyitogatni, napközben olyan sűrűn hordták, hó tiszta szakajtó kendőkkel betakart tálakban a sok finomabbnál finomabb elemúziát. János pap ámult, bámult, amint egyre jöttek. Jaj, lelkem, tisztelendő úr, egy kis nyalánkságot hoztam. Azt hallottuk, hogy a kis húga megjött. Hát azt gondoltam, hogy jól fog neki esni egy-két ízes falat. Bizony lehetne különb is, de hát ami nő telik szegény embertől. A szívünk kitűnő, lelkem, tisztelendő úr, de a lisztünk bizony nem mond liszt. Az a zsivány molnár megégette egy kicsit, már azt a részét legalább, amit el nem lopott belőle a gyehennára való. Szabad a kis angyalkát meglátni. Jaj, azt mondják, hogy valami remek jószág. A tisztelendő úr, hogy ne engedte volna meg, hogy sorba odajáruljanak a csepp veronka elé, simogassák, becézgessék, összefajják, nyalják. Némelyik még a lábacskáját is megcsókolta. A pap gyakorta elfordult, hogy észre ne vegyék hívei a könnyeket, amik elérzékenyülésében a szemeiből kiszivárogtak, és amellett a lelkiismeret is mardosta, szemrehányásokat tett magának. Mennyire félre ismertem ezeket az embereket? A kerekvilágon nincsen jobb nép, mint a glogovai, és hogy szeretnek? Bámulatos, mennyire szeretnek. Öreg uzsonna táján előjött Adamecné is, aki pedig nem sokban nézte eddig elé az új tisztelendőt, s aki azon a réven, hogy az apja szakálla kinőtt a holta után, ami által némileg a szentek közé keveredett, joggal vélt ahatkozni az egyház dolgaiba. Tisztelendő atyuska, mondá, a gyermekhez valami gondviselő né kellene. Hát, az bizony kellene, szólt a pap elgondolkozva, de szegény az eklésia. Szegény az ördög, Pattant fel Adamecné, mert lelke nincs, nekünk pedig van lelkünk. S végre is a tisztelendő úr nem tudja a leánykát sem felöltöztetni, sem megmosdatni, sem a haját befonni. És aztán az enni két nap közben is, a kántornál nem lehet kosztolni egy gyermekkel. Itthon kell főzetni, szent atyuskám, azt én mondom az öreg Adamecné. A harangozó meg jó arra, hogy takarítson, de mit értene az abamlat egy gyerekhez? Igaz, igaz, de hol vegye? Hol vegye? Hát nem vagyok én itt. Engem az Isten is papszakácsnénak teremtett, mint hogy én már... Hol vegye? Igaz, igaz, de hol vegyem? Hol vegye, hol vegye? Hát nem vagyok én itt. Engem az Isten is papszakácsnénak teremtett, mint hogy már én bennem a gyanú meg nem botlik. Igen, igen, ötölt hatolt a pap. De honnan vegyem én a fizetését? Adamecné a csípőjére ütött két oldalról a két tenyerével. Hagyja ezt kettőkre, édes lelkem, én rám, meg az Istenre. Majd megfizeti ő azt nekem az atyuska helyett. Még az este beállok a szolgálatba, s elhozom magammal az edényeimet is. A pap egyre nagyobb bámulatba gurult. Hát még úrszínyi, mikor este felé átjött látogatóba, s a pap elbeszélte neki a mai nap történetét. Az Adamecné ajánlatánál összecsapta a kezeit az adamecné, az az öreg boszorkány, fizetés nélkül, hogy majd az Isten fizet megérte. érte. No János, ilyen csoda még nem történt, hogy glogovai ember fizető kezesnek az Istent fogadta volna el. Te valóban megbabonáztad ezeket az embereket. A pap csak csendesen mosolygott, és mély áhítat rezgett lelkében. Ő is érezte, hogy csuda történt, hiszen minden olyan rendkívüli, olyan megfoghatatlan, de sejtette a változások forrását. Az ima, melyet a Jézushoz intézett a hideg templomi kövön térdepelve, meghallgatást nyert odafönt. Jézus beszette a glogovaiak önző lelkét, és mindeniknek a magáéból küldött. Jézus lehellete érzik ez emberek arcán, viselkedésén. Valóban csoda történt.